Kerékpárút köti majd össze Szabadkát több magyarországi településsel. Annak építését az Európai Unió támogatja. Egy 100 kilométeres kerékpáros körgyűrűt alakítanak ki. Ásotthalom központjából nem csak Szabadkára lehet majd a határátkelőn keresztül eljutni, hanem el lehet jutni egészen Bajáig és egészen Szegedig. Ez én azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében, de még talán Közép-Európában is egyedülálló olyan kerékpár út hálózat létrehozását jelenti, ahol akár több mint 100 kilométeren keresztül végig kerékpárúton tudnak majd a turisták is, nem csak a helybeli lakosok közlekedni. A határmenti régió számára kiemelten fontos a környezetbarát közlekedés fejlesztése, amelynek célja, hogy az itt lakók tiszta és fenntartható körülmények között élhessenek, hangsúlyozta V. László, tompai polgármester. A projektben 3,2 kilométert fogunk megépíteni, melyel a Tompa városát kötjük össze a határátkelő helyen. Ezen a szakaszon közlekednek azok a munkavállalók, akik a határtérségben dolgoznak. Ugye itt van egy nagyon nagy egészségügyi intézményünk, és a határ területén, határ melletti területeken pedig diszkonttervezők, és ide dolgozók előszeretettel járnak kerékpár a nyári időszakban. Szabadkán a már meglévő, mintegy 40 kilométeres kerékpárút mellett még 8 kilométer épül a jövő év végéig. 3 kilométer a kelebiai határátkelőig, a többi Királyhalmot köti össze Ásotthalommal. Az eltervezett munkálatok és feladatok azok megfelelő időben vannak végrehajtva és történnek, ami Szabadkát illeti a jövő év végéig 7,9 kilométer kerékpárutat fogunk megépíteni, illetve 25 kilométer kerékpárút terv dokumentációját fogjuk elkészíteni. Várhatóan a jövő év márciusától kezdik építeni a Királyhalmát Ásotthalommal összekötő csaknem 5 kilométeres kerékpárutat. Királyhalmán a Belgrádi utca elejétől egészen a határátkelőig.